Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Választási évet zárunk, és választási év előtt állunk. Itt a Mérlegen asztalánál már több ízben mérlegeltük különböző meghívottakkal azt, hogy milyen volt politikai választási szempontból a 2019-es év, és milyen kihívások előtt állunk 2020-ban, hiszen ténylegesen talán még sokkal nagyobb a tét, mint volt idén. Hogy mi a tét, illetve hogyan viszonyuljunk mindehhez mi, magyar állampolgárok és romániai állampolgárok, ezt járjuk egy kicsit körbe ma is itt a Mérlegen asztalánál. Köszöntöm a stúdióba Péter Ferencet, a Maros megyei tanácselnökét. Jó estét kívánok mindenkinek, jó estét önnek is, és jó estét a kedves nézőknek is. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunk, és hát igen, mérlegelünk ismételten egy kicsit. Ugye itt évvégén mindig van lehetőségünk arra, hogy megnézzük, hogy hogyan teljesítettünk, és milyen kihívások előtt állunk. Kezdjük talán azzal, elnök úr, hogy Maros megye úgy tűnik, ha a 2019-es évben a két választást nézzük, akkor úgy tűnik, hogy nagyon jól teljesített. Erdély viszonylatban is, akár csak ha választási részvételi arányokat nézzük a legutóbbi államfő választásokon. Minek köszönhető ez a jó szereplés Maros megye, illetve Maros megyei RMDSZ szempontjából, hiszen többen mondták, hogy igen, ez RMDSZ teljesítmény is, hogy sikerült ennyi embert mozgósítani és elvinni szavazni. Hát valóban mérlegeljük ezt a kérdést, és megpróbáljuk úgy mérlegelni, hogy miért is volt történt ez így. Én azt hiszem, hogy elsősorban a két választás, amely 2019-ben volt az európai parlamenti meg az államelnöki, ez két külön választást, külön kell kezelni. Külön kell kezelni, mert más volt a tétje az egyiknek, és más volt a tétje a másiknak, de attól függetlenül is azt mondhatom, hogy valóban nagyon jó eredményeket értünk el, és úgy gondolom ez elsősorban egy nagyon jó csapatmunka eredménye. Nagyon ügyesek voltak azok, akik megszervezték a kampányt, nagyon ügyesek voltak a polgármestereink, alpolgármestereink, RMDSZ elnökeink, tanácsosaink, de ugyanakkor úgy érzem, hogy egy picit a közösség is rámozdult, tehát érezte a tétjét ezeknek a választásoknak. Főleg az európai parlamenti választásokra mondanám inkább, hogy valóban érezték a reális tétjét, hogy mennyire fontos, hogy ott legyünk az Európai Tanácsban, és főleg mondjuk ki Maros megyeiek büszkén, hogy Vince Lóránt az első választott Maros megyei képviselő. Tehát annyira érezték a tétjét, hogy óriási volt a mozgósítás is, de valóban a közösség is úgy érezte, hogy ki kell mozdulni és el kell menni szavazni. Ugyanez nem volt ugyanabban a számban az államelnöki választáson, de ott teljesen más volt a tét is. Viszont ha összehasonlítjuk az előző államelnöki választásokat, és ugyanúgy összehasonlítjuk az előző európai parlamenti választásokat, mindkét esetben lehetett látni, hogy igenis sokkal nagyobbak a számok, a mozgósítás sokkal jobban sikerült, tehát én csak köszönetet tudok mondani mindazoknak, akik a kampányban dolgoztak. Itt, ha az államelnöki kampányról dolgozok, vagy beszélgetek, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy egy kitűnő kampány, egy teljesen újszerű kampány volt Kelemen Hunornak, a jelölt is egy kitűnő jelölt volt. Én azt hiszem, hogy sikerült egy olyan kampányt bemutatni, amelyre még eddig nem volt példa, és ha összehasonlítom, hogy az előző választási kampányban mennyi volt Maros megyében a választók száma, jóval nagyobb volt most, tehát azt jelenti, hogy ez mutatja, hogy jó volt a csapat is, jó volt a jelölt is, jók voltak a jelöltek is. Tehát többen úgy vélik, hogy ez az idei két választás ugyan más tétekkel bírt az erdélyi magyarok számára, de egyfajta előrejelző iránymutató is, hogy mi várható 2020-ban. Itt a politikai súlyát a pártoknak megmutatta ez a választási eredmény, illetve azt, hogy a továbbiakban hogyan kéne működni, akár milyen kampányal, milyen kommunikációval, és milyen irányba, hogy a közösséget megszólítani, és valóban tovább dolgozni ezen. Ön mit gondol, hogy ez az eredmény hozható-e a jövő évi két választáson? Ugye nyár elején önkormányzati választások, és elméletileg év második felében, év vége fel a parlamenti választások is lesznek. Hát itt ez most nem kívánságműsor, hanem ezt mondjuk ki őszintén, hogy ezt kötelező módon kell hozni.
Igen, van egy mérce, emellett pedig kötelező módon kell hozni. Tehát azért a mi feladatunk elsősorban az, hogy megnyerjük Marosvásárhelyt, megnyerjük a megyei önkormányzatot, megtartsuk azokat a polgármester helyeinket, ahol előző választásban is nyertünk, de ugyanakkor szeretnénk újakat is megnyerni, tehát ahhoz ez az eredmény kötelező, tehát itt most nincs az a lehetőség, hogy vajon összejön, vagy vajon nem jön össze. Amire nagyon oda kell viszont figyeljünk, kiemelném ezt a dolgot, hogy lehet nagyon sok településen majd nem lesz kihívója a jelenlegi nagyon ügyes polgármesternek. És akkor mi történik? Tehát itt a mozgósítás szempontjából itt kell a közösséget újból felrázni, hogy mennyire fontos, hogy ebben az évben a megyei választás az közvetlen lesz az elnöki tisztséget nézve. Tehát mennyire fontos, hogyha a helyben levő polgármester választáson teljesen mindegy, hogy 200 ember megy el, vagy 2000 ember megy el, mert úgyis az az egy lesz a polgármester, akinek esetleg nincs kihívója, viszont a megyei elnök jelöltként, vagy a megyei testület szempontjából nagyon fontos, hogy hányan mennek el szavazni. Ugyanezt elmondhatjuk. Igen, a parlamenti elnézést, választásokon. Igen, elnézést, itt azért mondjuk el a nézőknek ismételtem, mert lehet, hogy nem tudják ezt az információt. Bevezették idén sürgősségi kormányrendelettel azt, hogy a megyei tanácselnököket is közvetlenül választják meg az állampolgárok, tehát nem egy politikai mérleg vonás után alkú után történik igazából ennek a feladatkörnek a leosztása, ugye? Tehát, hogy közvetlenül ön is kampányban lesz, és önre is lehet majd szavazni 2020-ban. Így van, tehát lesz a megyei választásnak is egy arca, a megyei elnöknek az arca, ebben a pillanatban jó magam, és úgy gondolom, hogy ez részben segít is, mert erősíti a kampányt mindig akkor, amikor van egy elnökjelölt, és lehet kampányolni az elnökjelölttel is, meg ugyanúgy a testület tagjaival is, viszont ugyanakkor azért azt sem felejtsük el, hogy itt valamivel több mint egyharmada a magyarság Maros megyében, tehát óriási összefogásra van szükség, és nagyon remélem, hogy a magyar közösség, a Maros megyei magyar közösség ezt megérti. Milyen ellenfelekre lehet még számítani megyei tanácsi elnöki pozícióra? Itt ugye az is egyfajta előmérce volt, hogy Klaus Johannis a PNL-i támogatásával Maros megyét azért nagy mértékben megnyerte az államfőválasztások második fordulójába. Ez egy előrejelzés arra vonatkozóan is, hogy az ön egyik erős kihívója talán egy PNL által támogatott politikus lehet? Lehet előjele is, viszont én azért nem így venném. Egy teljesen más tétje van az államelnök választásnak, teljesen más mondani valója van egy államelnök választásnak. Én azt hiszem, hogy lehet előjele is, kell számítani rá, hogy a liberális párt valóban egy erős politikai szervezet lesz a következő két választáson is, de azt hiszem, hogy egy önkormányzati választáson nagyon sokat számítanak az arcok, akik jelen lesznek, nagyon sokat számítanak a helyi szervezetek, akik jelen lesznek, hogy helyben kiket fognak indítani. Itt párhuzamosan csak egy rövid párhuzamot vonjak, például az Uszéré esetében, ahol nincsenek helyi szervezetek, nincsenek erős politikai egyéniségek, akik elindulnak. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak teljesíteni. Lesz egyáltalán jelöltjük, vagy... Vagy ha lesz is jelöltjük, milyen eredményt tud elérni egy ismeretlen arc. Tehát ebben a pillanatban azt biztosan tudjuk, hogy a liberális párt egy erős ellenjelölt lesz. Én nagyon remélem, hogy a szociáldemokraták is egy erős ellenjelöltet fognak indítani. Én számítok arra, hogy az Uszéré vagy a Pól is egy erős jelöltet fog indítani. Ebben az esetben számomra az a legfontosabb, hogy erős politikusokkal tudjak megmérkőzni, erős politikusokkal tudjunk megmérkőzni megyei tanács szintjén, mert annál nagyobb az esélyünk ebben az esetben, hogyha valóban van, akivel a politikába vitázzunk, van, akivel versenyezzünk. Én azt hiszem, hogy rengeteg olyan eredményt értünk el, amit fel lehet mutatni. Igen, az elmúlt 4 év munkáját, ha felmutatja az ember, már más a hitele a választók előtt, mint van. Egy teljesen új arcnak. Így van, és ebben az esetben, hogyha erősek a jelöltek, akkor van egy erős mondani valója, és van egy erős üzenete a kampánynak, úgyhogy én abban reménykedem, hogy igenis van lehetőségünk, viszont azért feltételezek én is most ebben a pillanatban, mérlegelek, ahogy itt ebben a műsorban vagyunk, hogy ha netalán, remélem, hogy nem lesz, de ha netalán lesz egy ilyen Uszéré típusú, ne felejtsük el, hogy volt egy ilyen Uszéré típusú szövetség. Igen. És hogyha teljes összezárás van körülöttünk, akkor sajnos az esélyeink minimálisak lesznek.
Én remélem, hogy ez nem történik meg, én remélem, hogy a magyar közösség fogja érteni, hogy mennyire fontos számunkra a helyhatósági választás, de ugyanakkor a parlamenti választás is, és a mozgósítás legalább olyan méretű lesz, mint az előző választás. Ugye hát itt, ha az előző választási eredményeket nézzük, amikor közvetlen választási móddal választották a tanácselnököket, akkor Maros megyében nem sikerült mindig. Egyszer igen, egyszer nem, ugye, de hogy ez azért kérdés, ez sokan úgy kezelik, hogy ennek ellenére, hogy közvetlenül választunk tanácselnököt, Hargita Kovászna és Maros megye biztos, hogy magyar tanácselnöki vezetés alatt tud maradni. Hát én nagyon örvendek, hogyha sok optimista van körülöttem. Én is máskülönben így tekintek, hogy meg kell nyerni ezeket a választásokat, viszont azért kell tudatosuljon bennünk a veszély, ami fennáll körülöttünk. Itt napok óta, hetek óta hallhatunk arról, hogy a nagy kormányzó párt, aki egyelőre kisebbségként kormányoz, előrehozott választásokat, parlamenti választásokat is szeretne, és én mindenkitől megkérdezem egy ideje, hogy erre fel vagyunk készülve, kinek lenne ez jó, hiszen ugye közleményekből tudjuk, hogy az RMDSZ ezt nem támogatja, és szerintünk, az RMDSZ szerint nem lenne ez jó senkinek, de valamiért mégis a román politikum egyre nagyobb számban csatlakozik ehhez az elvhez. Tehát politikusként azt tudom mondani csak, hogy ilyen, hogy nem vagyunk felkészülve, ilyen nem létezik. Nekünk, ha holnap lesznek parlamenti választások, akkor is fel vagyunk készülve, akkor is van elég eredmény, amit le tudunk tenni az asztalra, és meg tudjuk mutatni, hogy igenis mit dolgoztunk eddig. Tehát számunkra nem az a kérdés, hogy lesz-e vagy nem lesz, hanem azt, hogy mekkora politikai káosz lesz ebben az országban, abban az esetben, hogyha eljutunk egy előrehozott választásokig. Én úgy érzem, hogy az RMDSZ is fel van készülve, az RMDSZ képviselőink is fel vannak készülve bármikor, hogy egy választásoknak neki menjenek, viszont majdnem lehetetlennek tartom azt, hogy ez megvalósuljon, mivel hogy többszöri kormánybuktatás, többszöri bizalmatlansági indítvány, ami egy olyan politikai káoszhoz vezethet, amiből semmiféleképpen az ország nem tud jól kijönni, és nem tud egyetlen politikai párt sem jól kijönni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lesz. Attól függetlenül a lehetőségek országában élünk, és tudjuk jól, hogy nagyon gyakran megtörténnek olyan dolgok, amire abszolút nem számítunk. Igen, itt bármi megtörténhet, ahogyan az is, hogy a helyhatósági önkormányzati választások előtt még módosulhat a választási törvény olyan értelemben, és erről is hallhatunk most már hetek óta, hogy nem az eddigi menetrendje alapján, azaz egy fordulóban választanánk polgármestereket, hanem kétfordulós választást vezetnének be, és úgy tűnik, hogy a román pártok nagy része már ehhez adta a nevét, és támogatja ezt. Ön szerint valóban van rá jogilag is, és gyakorlatilag is esély, hogy ez változzon? Hát normális körülmények közt nem szabadna legyen. Ez attól függ, hogy mikor lesznek az önkormányzati választások, mert normális körülmények közt június 7-én kellene legyen, de mivel akkor pontosan az ortodox pünkösd van, valószínű, hogy elmozdítják valamerre. Hogyha eltolják tovább, akkor a 6 hónapba belefér az, hogy esetleg egy sürgősségi kormányrendelettel akár megváltoztassanak törvényeket. Ez nálunk ugye bár az utóbbi időszakban nagyon nagy divat. Tehát elméletileg van rá esély. Én nagyon remélem, hogy az RMDSZ van olyan erős, hogy ezt meg tudja állítani politikailag, mert ez nekünk abszolút nem érdekünk, és szerintem még van elegendő politikus a parlamentben, akinek nem érdeke, hogy kétfordulós választásokat szervezzenek. Az biztos, hogy a nagyvárosokat teljesen elveszítjük abban az esetben, hogyha kétfordulós választások lesznek, tehát nekünk abszolút nem érdekünk, és remélem, hogy a szövetségi elnök úrnak meg a szövetségnek lesz olyan ereje a parlamentbe, hogy ezt meg tudja vétózni, meg tudja akadályozni. Tehát gyakorlatilag ön azt mondja, hogy ha még januárban is módosítják ezt a törvényt, akkor is van arra jogilag is, tehát ugye 6 hónapban még benne van, ha kitolják ezt a júniusi időpontot, hogy két forduló legyen ebből. Hogy így van, de hát ezt most is meg tudja tenni, tehát gyakorlatilag a december közepéig meg tudja tenni ezt egy sürgősségi kormányrendelettel, abban az esetben, hogyha ezt nagyon akarja. A parlamenten nem hiszem, hogy keresztül tudja vinni, tehát én nem látom annak a lehetőségét, hogy a parlamenten törvénymódosítással át tudja ezt vinni. Tehát reménykedjünk abba, hogy a jövő évi helyhatósági önkormányzati választásokon még mindig ugyanúgy egyfordulóban fogunk választani, mert hogy az erdélyi magyar
magyarok érdeke a legtöbb településen az az, hogy egy fordulóban tudjunk választani. Miért? Ezt is meg szoktam mostanában kérdezni, hiszen ugye itt sokan azzal jönnek, hogy hát a demokrácia alapeszköze az, hogy dönthessünk, választhassunk, és a jelöltjeinket valóban mérlegre tegyük, és a második fordulóban döntsünk, ne csak pártpreferencia alapján, hanem valóban munka és gyakorlat alapján. Nem hiszem, hogy jogos ez a felvetés. Még akkor is, hogyha a demokrácia mögé lehet bújni ezekben az esetekben, de hasonlítsuk össze a két esetet. Első körben valaki kap 48%-ot és nem tud tovább menni, második körbe pedig egy olyan összefogás lesz ellene, hogy legyőzik és második helyre kerül. Vajon most hivatottabb lenne az a személy, aki 48%-ot kapott első fordulóba, és a második személy, aki esetleg 21-néhány%-ot kapott, az nyeri meg a választásokat, vagy fordítva. Tehát ezt lehetne vitatni nagyon sokáig. Véleményem szerint pont annyira demokratikus az egyfordulós választás is, mint a kétfordulós választás is. Hogy most vannak egyéni esetek, hogy valaki előfordulhat, hogy 10 jelölt van, és 20%-kal nyeri meg a választásokat, és a többinek is valami hasonló 1-2% különbséggel. Lehetnek ilyen egyéni esetek, de szerintem nem az egyéni esetekről kell beszéljünk. Arról kell beszéljünk, hogy az elveknek megfelele, vagy nem felel meg ez a választási módszer. Szerintem az egyfordulós is pont úgy megfelel, mint a kétfordulós. Emellett pedig látjuk azt, hogy mennyire mozgatja a közösségeket ezekben az esetekben, mikor egyfordulós választás van, megmozdulnak az emberek, mivel több polgármester jelölt van, ugyanúgy hatványosan sokkal több tanácsos jelölt van, és véleményem szerint az egyfordulós választást el lehet fogadni, mint abszolút demokratikus választási forma, és én bízom abban, hogy ez így marad. Az is eszembe jutott itt még, ahogy az egyforduló, kétfordulóról beszéltünk, hogy ugye veszélyben bizonyos magyar közösségeknek a magyar vezetése. Maros megyét nézve, a Maros megyei városokat nézve, mi az, ami biztos, független attól, hogy egy vagy két forduló lesz, ahol el tudjuk mondani azt, hogy erős magyar közösség van Maros megyébe, és erős jó városvezetés? Hát ez nagyon egyszerű, a három úgymond marosszéki település, Szováta, Erdőszentgyörgy és Nyárádszereda, tehát ebben a három városban, ahol biztos, hogy magyar polgármester lesz, biztos, hogy RMDSZ-es polgármester lesz, a többinél, Szászrégennél egy fordulóval van még esélyünk, ha két erős jelölt van vele szemben, de ha két fordulós van, akkor semmi esélyünk nincs. Marosvásárhelyen is szerintem azért a társadalom annyira polarizálódott, hogy szűkön hiszem, hogy egy magyar jelöltnek egy kétfordulós választásban egyáltalán lenne esélye ebben a pillanatban. Egy más helyzet alakulna ki, hogyha lett volna a Marosvásárhelynek magyar polgármestere, és egy 4 év után lenne egy kétfordulós választás, ahol eredményeket tud letenni az asztalra, de ebben a pillanatban, amikor van egy katasztrofális városvezetés, és van nagyon sok új jelölt, akkor egy kétfordulós választásnál szerintem nagyon nehéz lenne nyerni. Attól függetlenül mi állunk elébe, és ami nagyon fontos, és ki kell emeljük, szerintem azért, hogy a nézők is hallják, hogy számunkra nagyon fontos a polgármester választás, vagy nagyon fontos a megyei elnök választás, de ugyanannyira fontos, hogy a testületben milyen erőt képviselünk. Nagyon fontos az, és látható volt az elmúlt időszakban, hogy a tanács hány tagból áll. Nagyon fontos az, hogy akár a megyei tanácsba, akár a városi tanácsba ne lehessen kikerülni az RMDSZ-t. Tehát ha kikerülhetetlenek vagyunk, akkor tudunk olyan politikai koalíciókat, vagy olyan alkukat kötni a többi politikai párttal, amivel azért nagyon jól be tudjuk folyásolni azokat a döntéseket, amelyek a város vagy a megye érdekében következnek. Elnök úr, ha már így belementünk a Marosvásárhelyi és a tanács kérdéskörébe, akkor mindenképp kíváncsi vagyok arra is, hogy ön szerint a Marosvásárhelyi tanács helyzete a jövőben hogyan alakulhat. Számos ilyen kérdést olvashattunk az elmúlt hetekben Marosvásárhely különböző közösségi oldalain, hogy igen, az RMDSZ ilyen olyan amolyan, de hogy ki lesz a tanácsba, kire számíthatunk, milyen emberekkel tud dolgozni az RMDSZ, és hogy ez kérik, azt látom én, kérik a marosvásárhelyi lakosok, hogy ez ne legyen politikai alkutárgya, hogy ki kerül oda be, hanem valóban munka alapján és képességek alapján történjen a tanácsosok kiválasztása. Ön lát erre lehetőséget? Szerintem ez még túl korai ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy ki lesz a Marosvásárhelyi tanácsba. Számomra egy nagyon fontos az, hogy ebben a pillanatban sikerült egy teljes szemléletváltást megvalósítani a Marosvásárhelyi testületben.
láthatjuk azt, hogy július óta, amióta sikerült, hogy a Marosvásárhelyi testülettel is foglalkozzak, minden egyes frakciülésre elmegyek, megbeszéljük, sikerült ellenzékbe vonulni. Sikerült egyöntetően úgy ellenzékbe vonulni, hogy bármilyen szavazásról volt szó, az egész RMDSZ frakció egyöntetően egyformán szavazott. Leültünk, sokszor több órán keresztül végigtárgyaltuk a kérdéseket, és sikerült végül egy olyan döntést hozni, hogy igenis ez az RMDSZ érdeke, ez a magyar közösség érdeke, Marosvásárhelyen is ebben az irányba megyünk ki. Ez volt akár az alpolgármestert leváltását érintve, akár költségvetést érintve, ahol a város eladósításáról volt szó, hogy teljesen ellene mentek. Láttuk azt, hogy sőt, nem csak, hogy az RMDSZ frakció teljesen együttműködött, hanem sőt, sikerült egy kétharmados többséget is a polgármester ellen összehozni, és sikerült egy olyan szövetséget állítani a polgármesterrel szemben, teljesen ellenzékbe vonulva, ami még nem volt példa Marosvásárhelyen az elmúlt 20 évben. Tehát én ennek nagyon örvendek, és büszke vagyok, őszintén mondom, erre a csapatra most ebben a pillanatban, amit az elmúlt hónapokban el tudtunk érni velük közösen. Tehát én azt látom, hogy ami nagyon fontos, egy, a csapatmunka. Tehát azok, akik bekerülnek a Marosvásárhelyi Tanácsba, elsősorban bizonyos szakmai területet fedjenek le, mert nagyon fontos, hogy legyen jogász is, közgazdász is, oktatási szakember is, egészségügyi szakember is, tehát minden területet tudjunk lefedni, de ugyanakkor egy nagyon fontos a csapatmunka. Abban az pillanatban, amikor csapatban tudunk dolgozni, csapatban tudunk gondolkodni, és csapatként tudunk dönteni, akkor a siker elkerülhetetlen, és ez látható volt az elmúlt néhány hónapban, hogyha összefogunk, akkor van erő, fel tudjuk mutatni az erőt, mindenki rosszul van körülöttünk, hogy sikerült ezt megvalósítani, de igen, van rá lehetőség. Van rá lehetőség, csak közösségben kell gondolkodni, és közösségként kell a döntéseket meghozni. Még van egy rövid kérdésem. Mit üzen azoknak a, igen, specifikusan Marosvásárhelyi kérdés, azoknak a kérdőjeleket feltevő állampolgároknak, akik azt mondják még mindig, hogy igen, az RMDSZ-t egyszer belülről kéne egységesíteni, hiszen most is vannak olyan volt vezetők, akik belülről próbálják a szövetséget külső kommunikációs eszközökkel bomlasztani. Hát ezt nagyon sajnálom, hogy ebben a helyzetben vagyunk. Észre kellene már venni, hogy van nekünk külső ellenség bőven, nem kell belül ellenséget keresni. Az biztos, hogyha nem tudunk összefogni mindannyian, akkor nagyon nehéz lesz választásokat nyerni a következő évben, és ezt én nem felszólításképpen, hanem szeretném csak annyira megjegyezni, hogy ha ez tovább így folytatódik, akkor szerintem a közösségben élő emberek sem fogják tudni, hogy most melyek azok az irányok, amit követni kell. Úgyhogy nagyon remélem, hogy megjön mindenkinek az esze a megfelelő időpontra, és azok, akik kételkednek, egy dolog biztos. Bebizonyítottuk az elmúlt hónapokban, hogy igen, lehetséges. Ugyanígy lehetséges az elmúlt következő 4 évben is, csak nem kell alkudozni a jelenlegi városvezetéssel, nem kell befeküdni a jelenlegi városvezetésnek azért, hogy apró, kis, azt mondhassuk, érdekek alapján kisajtoljanak olyan döntéseket tőlünk, amelyek nem a magyarság érdekét képviselik, hanem esetleg egy kis csoportnak vagy valakinek az érdekét képviselik. Hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor szerintem fel a fejjel és előre. És ne azt nézzük, hogy ki mit beszél rólunk, vagy ki milyen területen próbál megtámadni. Nekünk ebben a pillanatban egy pontos irányvonalon kell legyen. Egy, kell legyen egy polgármester jelöltünk, ami van, és a felmérések szerint egyedül neki van esélye ebben a pillanatban Flóriát legyőzni. Kell legyen egy stratégiánk azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogunk választást nyerni, kell legyen egy programunk, hogy milyen fejlesztési programot akarunk megvalósítani az elkövetkező időszakban Marosvásárhelyen. Ha mindezek megvannak, és megvan a csapatunk, megvan az emberállomány, aki igenis feláll mögénk, és dolgozik azért, hogy választásokat nyerjünk, akkor meg lehet nyerni ezeket a választásokat, attól függetlenül, hogy van egy néhány ember, aki keresztbe szeretne tenni, mert pontosan most neki nem tetszik a jelenlegi helyzet. Reméljük, hogy így lesz, és hát igen, a mérce elég magas volt 2019-ben, amit hozott Maros megye, Marosvásárhely és az RMDSZ, úgyhogy reméljük ezt jövőre is megismételik, és még erre rájöhet egy pár szám fölfele. Én sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm szépen, és reméljük, hogy meg lesz a siker.
Reméljük, hogy igen, meg lesz a siker jövőre, tehát újabb kihívások, újabb választások előtt állunk, és ahogyan itt a meghívottam is mondta mai beszélgetésünk során, merjünk és tudjunk közösségként gondolkodni jövőre is, talán jövőre még jobban, mint az előző években, hiszen más a tétje. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt ismételten egy hét múlva itt, csütörtök este várom Önöket az Erdély Magyar Televízióban. A viszontlátásra!